fél évszázados lett a Gyöngyös Bokréta. Vajdaság nagymúltú táncfesztiváljának idén ismét gombos adott otthont. 29 tánccsoport mutatkozott be. A rendezvény előtti szentmisén főtisztelendő Verebélyi Árpád megáldotta a fesztivál lobogóját. És a te kegyességedben bízva kérjük, áld meg, tisztíts meg, szenteld meg ezt a lobogót, és hogy bőséges kegyelmet a te szolgáidnak és szolgálóidnak, hogy mindnyájan. A szentmisét a tánccsoportok felvonulása követte. A fesztivál megnyitása előtt Hajnal Viktor, a fesztivál szervezőbizottságának elnöke mondott beszédet. Köszöntötte a vendégeket és a fellépőket, valamint elmondta, már több éve készülnek arra, hogy újra gombos adhasson otthont a rendezvénynek. Több éve várjuk már, hogy elhangzol végre ez az üdvözlő beszéd, és 25 év után ismét gomboson tudjuk, tehát Gyöngyös Bokrétát. Több éve, tehát készülünk és várjuk ezt az alkalmat. Már pénteken kinyitottuk kapuinkat, ha ne talán előbb valaki érkezik, akkor azt lássa és érezze, szívesen várjuk. A Fesztivál Szervezőbizottságon elnökeként örömemre szolgál és büszkeséggel tölt el, hogy gombos ismét otthont adhat a Durindónak és a jubileumi 50. Gyöngyös Bokrétának, a vajdasági magyarság legrangosabb népzenei és néptánc fesztiváljának. Dudás Károly, a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség elnöke a Bokréta könyv jelentőségéről beszélt. Engedjék meg, hogy a Gyöngyös Bokréta mellett bábáskodó Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség elnökeként valóban egy kedves meglepetéssel, ajándékkal kedveskedjek azoknak, akik annak idején útjára bocsájtották ezt a legfontosabb, én azt hiszem, hogy a közösség megtartása szempontjából legfontosabb rendezvényünket, a toroszlóiak, kupusziniak, szilágyiak és nem utolsó sorban természetesen a gombosiak. Valamikor én tudom, hogy a Biblia mellett itt Nyugatbácskában, hagyományőrző falvakban ott volt a Bokréta is, amely 1940-ben jelent meg. Ha most már Biblia nincs is minden háznál, de én arra kérem a négy falu képviselőit, hogy a Biblia helyett vagy a Biblia mellett legyen ott a Bokréta, amely ennek a közösségnek az egyik megtartó ereje volt, és bízunk abba, hogy marad most is. Szabó Gabriella, a fesztivál tanácsának elnöke szerint sokat jelent az, hogy a Gyöngyös Bokréta tovább él Vajdaságban. 1936-ban volt az első Gyöngyös Bokréta itt gomboson, azután 1977-ben az első Durindó, ami ugye a zenei és énekes fesztivál találkozó, ez pedig a táncosoké. Aztán az évek során ez a vajdasági Gyöngyös Bokréta mozgalom, tulajdonképpen ez a 36-os, a 30-as években az egész nyelvterületen elindult. Magyarországon aztán elsorvadt tulajdonképpen. Itt viszont átalakult egy ilyen táncházi, tehát autentikus néptáncot ápoló csoportoknak a találkozójába, megőrizve a Gyöngyös Bokréta elnevezést. Eredetileg a két rendezvény különálló rendezvényként működött hosszú évekig, aztán egyszer összetalálkozott a kettő, és hát most egyelőre még így van, hogy egy hétvégén zajlik mindkettő. Thank you.
Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke szerint mindaz, ami fél évszázados, arról tanúskodik, hogy van benne erő. Ez pedig elengedhetetlen feltétele a hagyományok őrzésének. Mindaz, ami fél évszázados, illetve mindaz, amit 50. alkalommal ismételünk meg, arról tanúskodik, hogy van benne tartalom, van benne életerő, van benne egy olyan lüktető megmutatkozási vágy és készség, amelyik most dörgeti a deszkákat, és amelyik a zenében, a mozgásban, a mosolyban, a lendületben mutatkozik itt meg. És én azt gondolom, hogy ez a mai nap, ez a lüktetés, ez a megmutatkozási vágy, ez a mosoly, ez nem csak a zenének szól, és nem csak a táncnak, hanem az bizonyítja, hogy ez egy olyan, igaz, hogy nehéz utat bejárt közösség, amelyikben van egy nagyon erőteljes életerő és életösztön, és emiatt én bizakodó vagyok, nem csak a Öngyös-Bokréta tekintetében, nem csak a tánc és a zene tekintetében, hanem a közösségi megerősödés és felemelkedés tekintetében is. Thank you.
fél évszázados rendezvény a résztvevők számára is sokat jelent. Szerintem jelképes, hogy valahol még fel tud maradni ilyen is, úgyhogy szerintem érdemes tovább vinni ezeket a dolgokat. Van történetünk. Egy. Thank you.
ahogy Szabó Gabriella mondta, a fél évszázad legyen egy mérföldkő, egy kapu, amelyen keresztül egy új korszakba lépünk, és amin keresztül visszatekinthetünk elődeinkre, akiknek a hagyományokat köszönhetjük, a mi feladatunk pedig továbbvinni őket.